gyönyörű őszi időben szárad a napraforgó mezőtúr határában. A kultúra gondos agronómiáról árulkodik, ezért felkerestük a tábla gazdáját, hogy mutassa be a gazdálkodási év jellemzőit és ismertesse a technológiáját. Őszi szántással kezdünk, ugye egy napraforgónál nálunk, vagy lazítással, utána ugye decemberben van egy tarlóhántás, ugye azért, hogy egyenletes legyen a felület. Hogyha ezek megtörténtek, tavasszal ugye kijuttatjuk ugye a Natur Novát, és majd következett a vetés. És akkor ugye utána vártuk ugye gyönyörű szépen, hogy nőjön a növény, és kelljen kifele, hála jó Istennek, ez így is történt. Sőt, azt is el tudom mondani, hogy sokkal erőteljesebb, dinamikusabb volt ugye a magának a növénynek a fejlődése. Tehát ugye, hogyha azt nézzük, hogy ugye a kártevőket, hogyha nézzük, akkor a nyulak alól is sokkal hamarabb kinőtt. Használjuk ugye a Natur Plazmát. A Natur Plazma ugye a Natur Plazma T, ami 2 literrel kell kijuttatni hektáronként. Ahhoz szoktunk még hozzáadni olyankor bort, 6-8 leveles állapotában rámegyünk még egyszer, kap egy Natur Aktívot. A Natur Aktívot azt 5 literrel csináljuk, és akkor ugye még hozzáadunk 1 liter bort, meg 1 liter magnéziumot. Ugye a magnézium az azért fontos, hogy ugye a szárerősítő szempontjából ugye a maga a szár, hogy nem fog megrepedni. Tamás ugye nagyon sokat segít, tehát ugye igazából egész évben mellettünk van. Ugye ő is próbál nekünk segíteni, hogyha valamiben elakadunk, akkor az nagyon jól jön. Idényszerű a szárbontás kérdése a mezőgazdaságot illetően, mivel megkezdődnek a betakarítások, és mivel tudjuk, hogy a betakarítások után a szár és gyökér és levélmaradványok nagyon nagy mértékben tartalmaznak a növények számára felvehető tápanyagot. Az általunk forgalmazott termékek a szárbontást úgy végzik, hogy többfajta magyar termőtalajból izolált baktériumokat és spórákat tartalmaz, amelyek itt ezeken a talajokon, Magyarországon megtalálható talajokon kiválóan tudnak dolgozni. A növény számára felvehető formába fogják alakítani a megmaradt tápanyagot, amit visszaforgat a gazda a talajba, a termőtalajba. Ezek után ugye könnyebb a talajmunka, jobb a gázolajfogyasztástól kezdve minden. Tehát ugye, hogyha azt nézzük, akkor ugye spórol is vele az ember. Egy éve folyamán ugye látjuk azt, hogy ez működik, tehát igazából csak ajánlani tudom bárki.